Közeledik október 12-e, ami fontos határidő a főfoglalkozású vagy a másodállású egyéni vállalkozóknak, illetve a mezőgazdasági őstermelőknek. Eddig kell benyújtaniuk a 2458-as jelöbevallásukat. Ezen a bevalláson szerepel többek között a szociális hozzájárulási adó, valamint a TB járulék. A vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozónak havonta a tájhót követő hónap 12-éig kell benyújtani a bevallást, az általány adózást választó egyéni vállalkozónak és az érintett őstermelőnek pedig negyedévente a negyedévet követő hó 12-éig kell benyújtani ezt a 2458-as bevallást elektronikusan. A kötelezettség megfizetésének módjáról is beszélt a Baranyai sajtóreferens. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózóknál utalással kell teljesíteni a kötelezettséget, ez lehet például az elektronikus fizetési módok bármelyike. A pénzforgalmi nyitásra nem kötelezett adózók választhatják szintén az utalást, vagy az elektronikus fizetési módok bármelyikét, illetve szükség esetén csekken is teljesíthetik a fizetési kötelezettséget. Figyelni kell az adózóknak a bevallás benyújtására, illetve a fizetési kötelezettségük teljesítésére. Ugyanis a NAV szankcionálhatja, ha valaki ennek nem tesz eleget. Ha a hiánypótlásra felszólítás ellenére sem teljesíti az adózó a befizetési vagy bevallási kötelezettségét, akkor akár több százezer forint bírságot is kiszabhat a hivatal. Késedelmes fizetés esetén az adózónak számolnia kell a késedelmi pótlékkal is. További információk érhető a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, valamint telefonon a 1819-es számon.